Tja, Csövi. Tja, Csumi, tja. Hi. Konnichiwa. Hello, bello. Na, jól van, bocsi, gyerekek, csak barom jó kedvem van. Akkor, ahogy ígértem, most Skype, ne pofáz. Tehát, ahogy most ígértem, gyerekek, szeretnék egy ilyen kérdezős videót csinálni. Ilyen már volt régebben is, csak akkor egy kicsit megírtam magamnak a válaszokat, hogy próbáljak minél pontosabb válaszolni. Most ilyen nem lesz. Elolvasom a kérdést, és akkor válaszolok rögvest. Úgyhogy kezdjük is az első kérdéssel, amit Szekeres Cini írt. Mikor fedezte fel először az ecsi örömeit? Hát, kedves Cini, én ezt akkor fedeztem fel inkább, amikor még kicsi voltam, és akkor az anime műfajok után olvasgattam, szóval olyan 12 éves korom óta én már nagyjából az anime műfajokkal mindig is tisztában voltam. De szóval ekkor fedeztem fel úgymond az ecsi örömeit, de amikor elkezdtem újra animézni, akkor végig zsinórban csak ecsi animéket néztem, és ez mondható annak, amikor úgy komolyabban nem csak hogy felfedeztem, de már elkezdtem őket nézni is. Második kérdésünk az Jung Dávidtól van, mi a véleményed a japán kultúráról és szokásokról? Jónak tartod-e a nyugatiakhoz képest? Ha igen, akkor miért? Ez eléggé nehéz kérdés, hogy most esetleg melyik a jobb vagy rosszabb. Igazából itt európai, de az emberek azt gondolnák, hogy nekem azt kell mondanom, hogy nekem ez a kedvencem, meg vagy nem az, hogy kedvencem, ez jobban tetszik. De alapjártan a japán kultúra, már gondolom valószínűleg a keletinél inkább a keleti, meg japán kultúránál most pontosabban ez érdekel, szóval nem mondjuk a kínai vagy az indiairól fogok most beszélni. Ha a japán kultúrához akarom hasonlítani a nyugatit, akkor bizonyos tel jobb, de ez valószínűleg csak azért mondom, mert én nagy anime fan vagyok, meg hasonló, de viszont mint európai, meg ilyen közegben élek, szerintem a nyugati kultúra az nekem kényelmesebb. Ha most elmennék Japánba, hiába tetszik, nagyon hozzá kéne szokni, és ez szokatlan lenne. De hogy mi a vélemény japán kultúrára és szokásokról, erről röviden, tömören csak annyi, hogy érdekesek, hiszen Japánnak mind a történelme, mind a kultúrája, művészetét is nagyon érdekesnek tartom. Főleg, aki Rurouni Kenshin-t néz, aminél ezek a dolgok feljönnek, például, hogy a szamurájoknak milyen szokásaik vannak, teljesen különbözők, mik a szamurájok a középkorban a lovagokhoz képest. Szóval összességében igazából a japán kultúrát egy érdekes dolognak tartom. Hosszasabban is tudnám ezt most boncolgatni, hogy pontosabban miért. Most jelenleg ez jutottak eszembe, hirtelennyében, úgyhogy ez a válaszom. Egy ezzel a nevű kedves felhasználótól, vagy nem tudom kitől, kaptam egy e-mailt is, ahol szintén kérdéseket kaptam. Aranyos vagy, hogy e-mailt küldtél, de Facebookon is nyugodtan leírhattad volna, amit akartál. Minden esetre ezt írta, hogy szia, láttam a videódat, és gondoltam, én is kérdezek tőled párat. Első kérdés, több kérdése is van. Hallottad, hogy szeptemberben jön a Noragami második évada? Ha igen, mit gondolsz erről? Hát azt gondolom, hogy ez egy baromi jó dolog, a Noragami tetszett nekem, mindig azonnal megnéztem, ha kijött egy új része, jó kis shonen anime, nekem tetszik, szóval igazából várom és természetesen nézni is fogom. Viszont az ovája, az mi két részes, abból már elég régóta kijött a másik rész, és még azt mindig nem nézte meg, szóval még azt be kéne pótolnom. Második kérdése, szeretted a kakaót? Nem szeretem a kakaót. Kiskoromban szerettem, utána pár hónapja úgy gondoltam, hogy én most tej le, kakaó be, én most kakaót fogok inni, és nem ízlett. Úgyhogy nem szeretem a kakaót. Ha feleségül vehetnél egy anime karakter, ki lenne az? Ez egy jó kérdés. Mert ugye a szívem választotja az Kuroki Tomokót, csak az a probléma, hogyha őt elvenném, akkor lehet még mellem, még hiába szeretném annyira, még akkor is nagyon félénk lenne. Olyan lány kéne mondani, aki mondjuk ért bizonyos dolgokhoz. Kamiya Kaoru-t is lehetne mondani, de viszont ő nem tud főzni. Viszont a Nisekoi-ban vannak nagyon sok lány, van, lehet onnan választanék karaktert magamnak. De ez egy nagyon merész kérdés volt. Előbb egy igazi húsvérlányt kéne keresni, és majd utána fogok majd anime karakterek után fantáziálni, hogyha már ez nem sikerült, és teljesen egyedül maradok. A következő kérdést Petrovic Emma tette fel nekem. Szia, Daisetsu, lenne két kérdésem. Ha már valaki kérdezte valamelyiket, akkor bocs. Első, melyik a kedvenc anime műfajod? Hát, nekem egyértelműen a Seinen jön be, a Seinenben vannak ugye azon belül pszichológiai animék, például az Elfellid, vagy olyan véres, mint állatság, mint a Berserk, vagy a Terraformers, a Seinen szeretem a legjobban. Ki a kedvenc anime karaktered a Naruto-ból? Nem szeretem a Naruto-t, de oldanom kéne arra valakit, hogy ki bírok a legjobban, passz. Fogalmam sincs.
Azt mondok egy kakasit, de tényleg fogalmam sincs. A következő kérdéseket Kovács Alexandra Éva küldte el nekem, viszont Éva, nagyon sok kérdést feltettél, és erről csak kettőre fogok válaszolni, ugyanis a videóim közül találsz bőven olyanokat, amikre ezeket válaszok, úgyhogy ne haragudj, ezeket nem mondom el most a 20-adjára, azért, hogy csak még jobban elteljen az idő, viszont arra két kérdésedre válaszolni fogok, amely közül kiválasztottam a legszimpatikusabbakat, amik tényleg jó kérdések, nem mint a másik rosszak volna, csak azokra már válaszoltam korábban. Szia kedves Dajcet, szóval volt már olyan élményed, ami miatt azt gondoltad, hogy abba hagyod az anime nézést? Olyan dolog nem volt még, hogy az anime nézést abba hagytam volna, természetesen engem is piszkáltak emittam ott azért, mert animézek, de nem gondolkodtam még olyan, hogy ezért az anime ezért befejezzem, mert ha valaki ezért lenézze, akkor csak esetleg annyit mondok, hogy nem nézek animét. De alapjától sosem szoktam ezt titkolni, most nézem el, hogy animét mondjanak, amit akarnak, ezért sosem fogom befejezni, mert más ezt erre nem néz jó szemmel. Illetve másik kérdésed, miért érdemes beállni egy fordító csoporthoz, például a Yaoi Ordenhez, illetve vagy az Anime Addictshez, stb. Hát ez egy eléggé nyilvánvaló kérdés szerintem, igazából annyi, hogy a kedvenc animéik, mangáik legyenek magyarul. Én beléptem az anime szerízbe, azért azt akartam, hogy a Vatamot az legyen magyarul. És jelenleg van magyarul, fordítjuk, két fejezet már ki is jött, hát én azért léptem be, személy szerint, nem tudom, hogy más miért, én azért, hogy a Vatamotét lehessen olvasni magyarul. Ez a célom teljesült, illetve szeretek boldogságot okozni azzal másoknak, hogy bizonyos a mangákat lefordítok, hiszen olyan, rengeteg olyan manga van, amit még jelenleg sincs magyarul, de amúgy illene, hogy legyen. Ilyen például az Elfellid, amit szerkeztek, most már lassan két kötetet megszerkeztettem, úgyhogy már majdnem a végére érek. Mármint úgy, hogy lefordították az első 8 kötetét, a 9-es és a 10-essel már, a 9-essel végeztem, a 10-essel már majdnem fog, és úgyhogy az Elfellid, ami egyébként kultikus, mert egyébként ezt is lefordítom, mert úgy gondolom, hogy érdemes másokkal dolgozni azért, hogy egy ilyen klasszikus mangának legyen magyar változata is. Hát az animékkel meg ugyanez a helyzet. A másik pontos dolog például, hogy a Parazita nagyon közkedvelt lett, és a Parazitát is majd leszeretném fordítani be, az is szerintem szégyen, hogy még nincsen magyarul végig. A következő paciens, aki kérdést tett fel nekem, az Bakasáblás Ferenci Balázs. Vagy Ferenci Balázs Bakasablás, nem tudom. Minden esetre neki is több kérdése volt felém, de most neki egyre válaszolok, ami leginkább tetszett a kettő közül. Ez lehetséges lenne filmeket arra használni nyugaton, hogy népszerűsítsék az animéket. A Dragon Ball filmet ne említsük. Mi van? Filmeket? Igazából nem tudom, hogy itt mire gondolsz. Esetleg arra, hogy mit, van egy film, és akkor Psychopass poszter van a háttérben. Jó, azt mondtam, mert nekem most pont az volt, de nem tudom, biztosan lehet, hát mert a filmek azok egy nagyon jó marketing termékek, hiszen nem csak a szórakoztatás miatt hoznák létre őket, hanem az egyértelmű a zsé van benne. Szerintem lehetne, illetve Japánban biztosan használják. Az, hogy nyugaton használják, az szerintem nem jellemző. De most, hogy mondod, eszembe jutott az, hogy az Agymenők című sorozatnak láttam pár évadát, és ott volt az, hogy Sheldonék a képregényboltban voltak, és egy Naruto Rasengannal ott volt a falon. Anime fan Hinata nagyon sok kérdéssel kedveskedett nekem, nektek is így kellett volna tennetek. Néhány jobb kérdését kiválogattam közül, az egyiket most fel is olvasom. Anime fan Hinata, csinálsz a szobádról egy körképet? A kupiért elnézést kérek. Illetve Hinatának a további kérdései. Amikor megnézel egy animét, akkor letöltöd, vagy online nézed meg? Ez változó. Általában van olyan, mint például, hogyha szezonos animét nézek, és tudom, hogy most itt helyben meg tudom nézni, akkor rögtön megnézem online, de ha vannak animéket, nem tudom, mikor fogok tudni megnézni, akkor általában azokat letöltöm. De nagyon változó ez. Másik kérdésed pedig, a Vatamotén kívül van, aki külföldi mangáit? Nincsenek, mert nem veszek külföldi mangát, nem tudom elolvasni, de amért a Vatamotét egyértelműen nagyon szeretem, ezért elképzeled, hogy abból, ha lesz, így csinálok rá magyar feliratot, akkor megveszem a további köteteket is.
Hinnadának végül az utolsó kérdésére, és amit úgy nagyon érdekesnek láttam, válaszolok. A hétköznapokban például utcán lehet rajtad látni, hogy anime fan vagy. Kitűző póló, kulcstartó, pulcsidról tudok. Hát igen, van egy Attack on Titanos pulóverem, van egy One Piece-es pólóm, és egy Ritzron Infectors-ös pólóm. Ezeken látszik, hogy úgy animés vagyok, illetve kulcstartónál van egy chopperes kulcstartóm, meg egy ichigós. Illetve Attack on Titanos hátitáskám, ezen eléggé jól látszik, hogy animés vagyok, és már ezért szólítottak meg az utcán, hogy hé, haver, jó hatás kell. Úgyhogy igazából van, vennék még több cuccot is, csak így rá keret. Az utolsó kérdéshez érkeztünk, amit Forrai Alexandra tett fel, most már komolyan szereted a Junékat? XD. Igazából ez egy belső poén akar lenni, gyerekek. Rákérdeztem Alexandra egyet, mire is gondol, úgyhogy a Sandrának üzenem, hogy igen, nagyon szeretem. Bocsi fiúk, lányok, jelenleg ennyi volt ez a videó, lesz majd folytatás is valószínűleg. Ha újabb kérdéseitek van, vagy esetleg zavar, hogy nem válogattam be a kérdéseteket ebbe a videóba, akkor tegyétek fel újra, és akkor elgondolkodom, hogy azért érdemes lenne arra válaszolni. Mindenkinek a válaszát a komment... kérdését a kommentekbe várom, és akkor, ha összegyűlik egy szép terjedelmű kérdéssorozat, akkor talán csinálok egy újabb videót is. Úgyhogy ennyi volt mára ez a kérdezz-felelek videó. Én Dicetsu voltam, szevasztok! Az Anime Kommentár állandó támogatója, az Aniplace Anime magazinja, Magyarország legjobb animés online magazinja. A Hikarikon animés rendezvény, az animemania.hu, a Felélet A+, Anime Plus YouTube csatorna és az Anime Barátok Podcast, az Animania, Fansub Hunter, Anime Örültek Facebook oldal. Anime Kommentál. Beszélgessünk az animékről. Lehet, hogy tényleg sokan kérdezték, de mivel vágod meg a videóid, illetve mennyi munka van vele? Markovics Rolandot, a Mondó főszerkesztőjét a Magyar AMV Rettenet kapcsán ismertem meg. Ő segített az AMV készítésben, illetve tanította meg az alapokat. Eleinte Power Director-t használtam, de Roland javaslatára átértem a Sony Vegas Pro-ra.